A matematika annyira komoly szakterület, hogy egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztanunk arra, hogy szórakoztatóbbá tegyük, mondta Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus és filozófus, aki június 19-én született. Pascal édesapja Étienne Pascal, aki Richelieu bíboros bizalmát is élvezte, igen művelt, műkedvelő matematikus, jogász és adófelügyelő volt, aki otthon tanította gyermekeit, és korán észrevette fia kiemelkedő intellektuális képességeit. Együtt látogatták Marie Mersenne matematikai témájú összejöveteleit. Ezeken olyan tudósok és gondolkodók is részt vettek, mint Christian Huygens, Gérard Desargues vagy Thomas Hobbes. Pascal már kisgyermekként szívesen olvasta Euklidész elemek című könyvét, több geometriai tételt maga is bebizonyított. 16 éves korában írta első tanulmányát, amelyben a kúpszeleteket vizsgálta. Az ezekbe írt hatszögekről szóló Pascal tétellel a projektív geometria egyik megalapozója lett. Pascal foglalkozott sorozatokkal, úttörő munkát végzett az analízisben is. A binomiális együtthatókat tanulmányozva jutott el a Pascal háromszöghöz, a szerencsejátékok vizsgálatával pedig a valószínűség számítás elméletét gazdagította. A teljes indukció módszerének pontos meghatározása is hozzáköthető, és Pascal a számelméletben is eredményes volt. Pascal a filozófia és a fizika történetének is kiemelkedő alakja, gondoljunk csak a légnyomással kapcsolatos eredményeire, de épített mechanikus számológépet is. A Francia Tudományos Akadémia Blaise Pascal díjat alapított, és 1985 óta ítélik oda azt az alkalmazott matematikai kutatásokban és a mérnöktudományok terén végzett numerikus számításokban elért eredményekért. Blaise Pascaltól származik az alábbi idézet. Meg kell ismernünk önmagunkat. Még ha nem segít is hozzá bennünket az igazság megtalálásához, legalább arra jó, hogy rendet teremtsünk az életünkben, márpedig ennél nincsen helyesebb dolog.